Sziasztok! Szabadság, zene, múlt, jelen, Carpe Diem, Csepreg Évával találkoztam a szigeten, kirándultunk egyet, és mindenről is beszélgettünk. Ha tetszik nektek a videó, akkor iratkozzatok fel a Hajnali YouTube csatornájára, és kövessétek be az oldalt Facebookon. Ez a fék. Aha. A többit rád bízom. Köszönjük szépen! Hát persze, ott van, lehet integetni. Sziasztok! Hello! Na tehát Éva, azt áruld el nekem, hogy számodra mit jelent a szabadság? Én azt hiszem, hogy egy művész embernek erre egyszerűen szüksége van, mint a levegőre. Bár nagyon sok ellenpélda van, ugye, hogy bizonyos súlyok alatt, meg akkor, amikor az emberek nem szabadok, akkor milyen fantasztikus dolgokat, költeményeket és egyebeket írtak már. Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, de minden esetre az ember maga az olyan, mint a madár, mert a szárnyunk az a szabadság. Mert egyébként meg ugye még egy sámlit se tudunk átrepülni, de hogyha szabadok vagyunk, akkor szárnyalni is tudunk. Nekem a szabadság az egyszerűen lételemem, és én azt hiszem, hogy ha csak nem vagyok bezárva nagyon, akkor én abszolút szabadnak tudom érezni magam. Régen is így volt, most is így van, úgyhogy én nekem inkább talán a gondolataim, meg a lelkem az, amiben megnyilvánul az, hogy igenis szabad vagyok, szabadnak érzem magam. Úgyhogy ez egy olyan dolog is, amit az ember tud magának generálni. Mivel tudod, és pont ez lett volna a következő kérdés, hogy mi az, ami a te szabadságodat táplálja? Akár a versek, vagy zene, vagy milyen élmények? Hát nézd, azért mi már olyan korban éltünk, amikor utazhattunk, például én a szakmám miatt nagyon sok fele utaztam, mert a Neoton Familia a Távol-Keleten, meg Spanyolországban, meg a környező országokban nagyon népszerű volt, és sokat utaztunk. Az is egyfajta szabadság. Ugye az emberekben van egy ilyen igény, hogy világot lássanak. Én emlékszem rá, amikor még 75-ben voltunk kint először Olaszországban, ott láttam egy pár fiatal srácot, 18 év körüliek lehettek, akik hátukon egy hátizsákkal járták a múzeumokat, vagy éppen csak ültek a kövön és olvasgattak, és azt mondtam, hogy Úristen, micsoda nagy szabadság ez, hogy ilyen fiatalon ott lenni egy ilyen helyen. A szabadságnak nagyon sokféle fajtája van. Ugyanakkor meg a kötöttségek, a fegyelmezettség, az, hogy igazodni egy csomó minden dologhoz, ugye az egy nagyon fontos dolog minden szakmában. Tehát az, amikor mi Japánban voltunk, és megkaptuk a hajnalba érkeztünk, és megkaptuk, hogy mi a programunk, akkor elájultunk, mert éppen aludni nem volt időnk, akkor beosztották úgy a programunkat, hogy reggeltől estig. Tehát akkor ott már voltak ezek a reggeli tévéműsorok, mentünk oda riportokat adni hajnalba, 7 órára, meg 7:30-ra. Tehát akkor nem csinálhattunk azt, amit akartunk. Tehát ezek nem arról szóltak, hogy most fú, de jó, szabadok vagyunk, és milyen a világ, hanem dolgoztunk. De akkor is a saját sikerünkért dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog volt. Úgyhogy sokféle szabad, ügyesen. Igen, kicsit megilletődtem. Aha. Elvittük egy kicsit a tetejét. Köszönjük szépen. Köszönjük. Tehát szörnyű lehet. Most ugye a karantén alatt azért be voltunk zárva. És én nekem először nagyon jól esett, mondom, hogy jaj, de jó, halleluja, kipihenem magam. Ez így is volt egy darabig. Aztán utána már kezdett nagyon is terhes lenni, akkor kitaláltam magamnak, hogy egy csomó mindent csinálok, zongorázni elkezdtem, akkor ukulelézni. A gitárt azt megpróbáltam megint, de szerintem a gitár az már nem nekem való, azt úgy abba hagytam. Akkor mindenféléket csináltunk, és amikor vége volt a karanténnak, akkor egyszer csak azt mondták, hogy na mostantól ki lehet menni. És annyira fura érzés volt, hogy
hogy úgy kiálltam valahogy a teraszra, és most úristen, merre induljak. Tehát amikor az ember úgy nagyon sokáig be van zárva, és mondjuk egy börtönben van, akkor utána azért ez egy érdekes kérdés, hogy amikor kijön, akkor hogy tud elindulni. Tehát nekem valami ilyen érzésem volt, hogy most merre induljak, tényleg szabad, jobbra vagy balra, vagy egyenesen, vagy most hogy kezdjem újra a dolgokat. Egyébként tényleg nagyon fura dolog. Én egyszer, kétszer fölléptem börtönben, képzeld el. Mint igen. Igen. És akkor rábeszéltek engem, még a 90-es évek elején volt ez, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert jaj, ott egy süni vagy mi? Ott egy süni. Ott van, lehet látni. De aranyos. Remélem látszik majd a képen. És fölléptünk, volt egy zenekar is, ők kísértek engem, a Csillagbörtönben például, és ott voltam a rabok között tulajdonképpen, mert el akartam menni a mosdóba, hát mondták, hogy jaj, akkor most elkísérnek engem a mosdóba, akkor már jöttek ki az emberek a hokedlikkel, és hozták a kis hokedlijüket, hogy megnézzék ugye a koncertet. Más fellépő is volt, nem csak én. És nagyon-nagyon fura volt látni ezeket a szürke embereket, a megszürkült arcokat, meg minden. Kaptam valamit ebből az egész börtönéletből, és utána volt egy fogadás. És kérdeztem ott a börtönigazgatótól, hogy nyugtasson meg, hogy ez most nagyon jó dolog, amit csináltunk. És elmagyarázta nekem, hogy mi a különbség ugye a rendőrség, a letartóztatások, a tárgyalás és a büntetés végrehajtás között. És a büntetés végrehajtásnak többek között az a lényege, hogy ott valahogy persze, amit hozott a bíróság ítéletet, azt betartassák, de felkészítsék az embereket a szabadságra. Te fel tud készülni a szabadságra? Tehát amikor, akár most a karantén végén, vagy amikor tudtad, hogy akár Dáviddal, még a fiaddal annak idén elmentetek egy nagyobb turnéra közösen, vagy akár a mai nap, amikor elmehettek egy koncertre most ezekben a nehéz időkben, tehát magára a szabadságra, így lelkileg te hogy készülsz fel? Mi már 2005 óta vagyunk így a zenekarral együtt, de hát mondanom se kell, hogy előtte is ugye nagyon sokat voltunk mi együtt, és én külön is énekeltem, meg vannak fellépések is, minden, de ez a dolog, hogy most ez az évünk gyakorlatilag, ugye 8 hónapunk szinte teljesen kimaradt, ez bizony visszavetett egy kicsit bennünket. Tehát annak idején mindig benne voltunk úgy a lendületbe, a sodorba. Kipihentünk egy kicsit január, február, utána megint kezdődött. És én azt hiszem, hogy lelkileg kell, mint a sportolóknál felkészülni, hogy egymást is egy kicsit túráztassuk, meg lelkileg rá tudjunk készülni arra, hogy most megint színpadon vagyunk. Ja. És adni fogtok az embereknek, amit beszéltünk, hogy egy energiaáramlás van ilyenkor, igen, magadon igen. Keresztül engedsz valamit. Igen, hát kétségtelen, hogy ugye ezek az energiaáramlások, ezek léteznek, még hogyha nem is látjuk őket, és bizony ez az egész színpadi jelenlét, ez arról is szól, hogy elvárja tőlünk a közönség, hogy valami fajta életérzést, amit megszokott tőlünk, azt mi átadjunk ott a színpadon a dalaink által, ugye? És hát igen, az ember egyre idősebb lesz, a dalok maradnak ugye a régiek, bár hát születnek azért néha-néha új dalok, ugye a Dávidnak a dala például a Titok című dal, azt is játsszuk a koncerteken, és hát ha már ott leszünk a próbán, ott leszünk majd a beálláson, én szerintem akkor már tudjuk bátorítani egymást, és megoldjuk. Mi azért tudtunk olyan sokáig együtt maradni Ádámmal, öcsivel, ugye nagyon sokat változott a Neoton família összetétele, de mi annak ellenére, hogy nem mindig zördülésmentes az együttlétünk, annak ellenére mindig valahogy fogjuk egymás kezét, és tartjuk egymásba a lelket. Nagyon fontos dolgot mondtál többek között azzal, hogy nem mindig zöldülésmentes, és nem is kell, hogy az legyen, mert az miért nem is jó? Persze.
Persze. Az azt jelenti, hogy nincs, tehát annyira, vagy annyira magas szinten van már a kapcsolat, hogy ott meg tényleg ilyen nirvána van, és már azért igen. nincs zördülés, de egyébként meg csomót lehet tanulni ezekből a... Hogyne. Tartom hátra. Tehát például emlékszel egyébként ilyenre, amikor mondjuk pont egy vita során tanultál meg valamit, akár Dávidtól, vagy zenekaron belül, és ez lehet teljesen nem is feltétlen szakmai, hanem akármilyen. Hát biztos, hogy volt sok ilyen. Volt ilyen sok, amikor az ember a viselkedéséből, meg egyebekből tanul, és bizony voltak olyan pillanatok, amikor ugye volt egyszer például, amikor veszekedtünk, mert éppen nem úgy alakult a színpadi felszereltség, ahogy mi azt gondoltuk, mert nem olyan lett fal volt, nem olyan világítás volt, ez fönt volt a várban, és én nekem akkor nagyon-nagyon rosszul esett, hogy ugye Ádám ezért veszekszik ott valakivel. Uh-huh. És akkor én mondtam, hogy hát mondom, asztal körül kergettek minket, hogyha nem pont az a lett fal van, hát egyszer-egyszer van ilyen. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy talán nem volt igazán igazam, mert Ádám is a legjobbat akarta, meg én is a legjobbat akartam. Uh-huh. Úgyhogy valójában ezek mindig olyan nehéz kérdések, ugye, amikor ilyen szakmai dolgokról vitatkozunk. Úgyhogy szerintem mind a ketten egy kicsit úgy magunkban néztünk, és akkor ebből is volt egy kis tanulság levonva. De nekem volt egy könyvem, 2005-ben jelent meg, az a címe, hogy Napraforgó. Arra gondoltam, hogy olyan összefogottan próbálom elmesélni ezeket a mi válásainkat, már ami a zenekarnak a végét jelentette, meg a mindenféle egyéb problémáinkat, úgyhogy azokat úgy jól kibeszéltem benne. Azt szokták mondani, hogy aki nem ismeri a múltat, annak nincs jövője. Tehát ez mindenre igaz tud lenni, úgy a hazánk, a világtörténelemre, meg egyebekre, mint hogyha valaki mondjuk szakosodik, és azt mondja, hogy én a popzenével akarok dolgozni. Szerintem azért is érdemes minél inkább képben lenni a múlttal, mert minden egyes új ismeret morzsa az olyan, mintha egyáltalán több tükörben néznénk bele. Hát az a másik. Bizony. Magad, igen. Bizony, egy csomó mindent megtudunk, és akkor ezzel gazdagabbak leszünk. Így van. Mesélted például te is múltkor, amikor beszélgettünk, hogy csak tehetnéd, akkor most újra elbeszélgetni például a szüleiddel, hogy mennyi mindent megkérdeznél. Igen, hát... Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy addig, amíg lehet, addig, amíg együtt vagyunk, addig ezt ki kell használni, ezt az alkalmat. És mindenki, aki fontos nekünk, akkor túllépni a rutinon, és elkezdeni fontos dolgokról beszélgetni, hogy meg tudjuk őrizni magunkban igazán őket, a fontos embereket. Ha lenne mondjuk egy ilyen más világ, vagy egy más dimenzió, ahol újra lehetne találkozni tényleg a régiekkel, akkor most már olyan nyugodtan el lehetne beszélgetni a dolgokról. Igen. Mi mindent kérdeznél meg az utcán? Akár a szüleitől, vagy akár Elvistől? Fú, hát nézd, ugye vannak bizonyos dolgok, amiket lehet, hogy még nem is tudna megválaszolni, mondjuk Elvis Presley, ugye, hogy mik voltak azok a lelki dolgok, amitől valahogy mégse tudott annyira boldog lenni, csak néhány órára, néhány hétre. Ezek például nagyon fontos dolgok lennének, hogy valahogy próbáljunk meg akkor boldogok lenni, amikor éppen vagyunk. Éppen ugye ez a Carpe Diem, éljünk a márnak, azt hiszem ezt már említettem neked, és ez egyáltalán nem egy felelőtlen dolog, hanem egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a mai napot hasznosan és boldogan éljük meg. De például apámtól biztos, hogy nagyon sokat kérdezősködnék arról a katonai évekről, amikor ő a második világháborúban, a második magyar hadseregben szolgált. És nagyon messze, most nem is tudom pontosan, hogy meddig mentek el, de
iszonyatosan messze. Hát Donkanyarban nem biztos, hogy voltak, de minden esetre ő szanitéc volt ott. És tudom, hogy iszonyú dolgokat látott, már szinte orvosnak gondolta magát, mert annyi minden sebet és egyebet el kellett látni. Aztán. Ott a mentek a front után, szedték össze a sebesülteket, és elég zárkozott ember volt, tehát biztos, hogy tőle próbálnék kiszedni minden olyat, amiből kiderülne talán, hogy anyámtól biztos, hogy szintén így a lelki életét, a szerelmeit, meg az ő tehetségét próbálnám kibontani. És hát igen, szóval sok mindent lehetne megtudni. Ez jó olyan, lenne. Meg szerintem egyébként én legalábbis azt tapasztalom, hogy sokszor a saját felmenőimben látok meg olyan tulajdonságokat, vagy olyan köröket, amiket folyamatosan ugye lefutnak, amik így válaszadnak arra, hogy én miért csinálom ezt. Tehát például... Bizony. Hát ugye a gyereknevelésnek ez a fő érve. Hát ugye sajnos egyikünk se tanulja ezt, hogy kell gyereket nevelni. Ugye általában abból indulunk ki, amit láttunk, vagy amit nem láttunk. Ugye ez a kettő lehet. Amit láttunk, azt viseljük, ugye amit anyukánk, apukánk próbált velünk ügyetlenkedni, vagy éppen valami zseniális módon tényleg tudott minket nevelni. És hát ezeket a dolgokat visszük magunkkal. Azt szokták mondani, ugye, hogy 75% az, amit öröklünk, és 25% az, ami a nevelés, aha, amit látunk. Ugye ezt szokták mondani, hát lehet, hogy rosszul mondom, de valójában tényleg, amikor mondod ezt, hogy próbál az ember viselkedni, hát persze abból vagyunk, hogy egy csomó mindent leutánzunk ugye a szüleink felé. Ezért fontos ugye a példamutatás, uh-huh, hogy milyenek legyünk, ezt próbáljuk leutánozni. És akkor ezt már visszavetítjük a mi gyerekeinkre és a gyerekneveléseinkre. Hú, de nem lehet, hogy te például egyébként elégedett vagy önmagadban édesanyaként, úgyhogy hát, egy nagyon extra, nem hétköznapi életvitelben nevelte Dávidot, és egyébként egy igazán életvidám ember lett, tehát így rendben. Igen. Igen, hát én azt hiszem, hogy Dávid abban a 75%-ban, amit örökölt, az egy nagyon jó összetétel volt, mert az apukájának is egy nagyon jó humorérzéke van, nagyon jópofa, helyes, kedves, szeretetreméltó ember. Én is valahogy úgy érzem, hogy talán próbálok ilyen lenni, optimista. Aztán megmondom őszintén, azért sok mindent másképp csinálnék. Tehát azért 3 évig mi nagyon szorosan voltunk együtt, és nagyon sokat voltunk együtt. Utána viszont nekem beindult az élet, és hát minden percét sajnáltam, amit nem vele töltöttem. Tehát akkor jöttem, mentem, meg minden talán, de hát ilyen az élet. Hát az embernek muszáj volt pénzt keresnie, muszáj volt dolgoznia. Nekem meg ez volt a munkám, hogy mentem, de ő egy nagyon aranyos baba volt, úgyhogy akkor is nagyon jó volt vele lenni. Az iskolás évek nem voltak könnyűek, mert akkor meg volt egy elég rossz párkapcsolatom, tehát valószínűleg azt én sokkal gyorsabban kiirtottam volna magunk körül, hogy úgy mondjam, ezt a párkapcsolatot, akkor talán az az egyetlen, amit én... Nyomasztó volt miatt a légkör? Vagy hát igen, nem volt egy nekünk való ember. Tudod, egy feszültségekkel teli ember volt, de mindegy, erről nem is igazán akarok beszélni, mert ugye ez az ő dolga most már meg pláne. Persze. Alapvetően mondjuk kicsit visszatérve a zenei életre, maga a bohémság mennyire áll hozzád közel? Mert azt gondolnám, egy külső szemmel, meg egy félig meddig ugye belelátok a dolgokba, hogy azért ez egy állandó kavalkád, egy ilyen színorkán, és a szabadságon belül is ez a igazán érzelmileg felfokozott életvitel, és most a bohémság alatt
Tehát mindenkinek más jelent szerintem úgy részleteiben, de te hogy élted meg? Nézd, mi is bohémak voltunk, és nagyon, nagyon szép fiatalságunk volt. Akkor még ugye egy csomó minden nem volt jelent, tehát sokkal szabadabbnak éreztük magunkat, már ami a szerelmi életünket illeti, és nem voltak ezek a fenyegetések, tudod, amik mostanában vannak. Úgyhogy ettünk, ittunk, mulatoztunk, sokat dolgoztunk, sokat utaztunk, tehát én azt hiszem, hogy bohémak voltunk, tehát a szószoros értelmében. De az volt a szerencsénk, hogy fiatalok is voltunk, és gyorsan regenerálódtunk, és nem kellett fogyókúrázni például, ugye, mert egyszerűen lemozogtuk a dolgokat, úgyhogy, és jó volt, ebből a szempontból nagyon jó volt, hogy egy zenekarban voltam, mert ez egy kicsit vissza is tartott, meg valami olyan védettséget nyújtott. Talán a szüleim is sokkal nyugodtabbak voltak ez ügyben, mert azért mégiscsak együtt voltunk, és nem egyedül jártam a világot. Maga az alkotás is mennyivel nehéz összehasonlítani az egyedüli alkotás, meg a csapatban való alkotás, de az egy egészen más élmény, amikor tényleg sok ember van együtt, és hatással vagytok egymásra. Persze, hát azért az, és például a dalok is, ugye ezek általában mind rólunk szóltak. Az volt a fő cél, hogy elsősorban ugye mi olyanok vagyunk, amilyen az átlag ember itt Magyarországon. És ezért aztán könnyebb volt talán lefordítani azt, hogy ki mit érezhet, vagy hogy éli át a szerelmet. Ugye azért a popzenének az egyik nagy témája a szerelem. Nem volt olyan sok szerelmes dalunk, de voltak azért például ezek, amik érdekeltek bennünket, egy kis politika, egy kis történelem, egy kis kaland. Tehát ezek mind benne vannak a dalokba. Olyanok, mint az időkapszulát, nem? Hogy így visszahallgatod, és így visszacsöppensz az akkori tudatállapotba. Igen. Igen, ez egy nagyon jó pofa dolog, és hát ugye még a mai napig is ezekkel a dalokkal aratjuk a sikerünket. De ez is a kortalanság egyik titka, nem? Hogy folyamatosan tudtok, azonosulni tudtok az akkori énekekkel, nem? Igen, ez egy, talán éppen azt mutatja, hogy ezek a dalok igenis jó dalok, jó szövegekkel, hogy az ember próbálja egy kicsit idézőjelbe tenni némelyiket, és még idős fejjel is el lehet mesélni ezeket a dalokat. Uh-huh. Tehát akkor is abszolút. Tehát van egy-kettő, amit én már nem szoktam énekelni. Ugye a Napraforgó pedig az milyen jó kis kezdőnóta lenne. Az volt az első igazi nagy sikerünk, a Napraforgó című lemez, amin a Santa Maria is volt, Santa Maria hegyi rabló, szombat este táncol. És, de hát abban ugye az a szöveg, hogy miért mondják rám szegény kislány. Na most ezt már 60-on fölül az ember már gyereket nem énekel, szerintem. De nekem mennyire számít egyáltalán a kor, mert nem akarok nagyon személyeskedni, de egyáltalán nem látszik rajtad, szóval innentől kezdve mennyire határozza meg egyáltalán a mindennapédat ez a gondolat? Nagyon érdekes dolog, hogy ezt az ember egy kicsit nehezen viseli, tudod. Most nem csak azért, mert színpadi ember, mert ugye a ráncainkkal együtt kell élni. Tehát ebben a kis országban, ahol gyakorlatilag a közönségünkkel együtt nőttünk fel, egy darabig lehet egy kicsit hazudni, hogy hát én nem ennyi, vagy 3 évvel fiatalabb vagyok. Volt egy ilyen időszak egyébként, mert amikor elkezdtünk Japánba járni, akkor mondták, hogy mikor először voltunk Japánban, hogy jobb lenne, hogyha én egy olyan 3 évvel fiatalabb lennék. És akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor így a kis önéletrajzokban, ugye, amit a sajtónak kiadtak meg minden, 3 évvel minuszba kerültem. Igen ám, csak én
igazából nem mindig tudtam ezt betartani, valahogy mindig elfelejtettem ezt a dolgot. Például volt erre egy nagyon jó példa, hogy volt, azt hiszem, hogy a 30. évfordulója az 56-os forradalomnak. És akkor jött a Paris Match-tól egy fotóriporter, meg egy riporter, aki elvesztette ott 56-ban a kollégáját, és gondolta, hogy csinál egy riportot, és választott magának egy ugye, sztárt, én lettem kiválasztva, és akkor ott azokon a helyeken, a Corvin köznél, meg ott a köztársaság téren, ott csináltunk bizonyos fotókat, és elkezdtünk beszélgetni. És akkor kérdezte, hogy hogy is volt ez ugye 56-ban. Hát mondom, az anyukámmal lementünk a pincébe, azt hiszem, nem akkor született? 56? Jaj, mondom, tényleg, mert én 53-ban születtem. És mindig belefutottam ilyenekbe. És akkor, mikor volt a 60. születésnapom, a menedzserem csinált egy ilyen meglepetés bulit, akkor voltak ott újságírók is, vagy minden, és akkor mondtam, hogy na jó, most befejeztem ezt a, hogy hány éves vagyok, meg -3, meg +3, és egyszerűen most már ezt nem csinálom tovább. Tehát vannak dolgok, amik az embert foglalkoztatják, többek között az elmúlás, az öregedés, stb. Tehát ez természetes dolog, én szerintem mindenki egy kicsit fél a haláltól, meg minden, de ugyanakkor meg, hogyha tartjuk magunkat ugye ahhoz, amit már mondtam, hogy a mai napot kell jól megélni, és boldognak kell lenni, akkor rájön az ember, hogy még annyi minden dolog van az életben, és olyan sok minden jó, ami még vár ránk. Úgyhogy nem szabad ilyen szempontból elengedni magunkat. Most érdekes dolog lett az, hogy ugye eddig volt talán a fiatal koromban az, hogy fú, de jól nézel ki, akkor jött ez a második izé, hogy hát ahhoz képest, hogy hány éves, egész jól néz ki az ahhoz képest. Most itt az elmúlt egy-két hétben meg már megkaptam többször is, hogy tudod mit, én úgy szeretnék megöregedni, ahogy te. Úgyhogy különböző dolgok vannak, különböző bókok. Érdekes lett meg megtapasztalni azt, ahogy belülről változol, és ugyanakkor ez a belső kortalanság. Igen, ez tény, hogy van egy ilyen, ugye azt szokták mondani, és ezt is érzem én is magamban, hogy az embernek a szelleme az nem nagyon öregszik. Bár én szerintem, hogyha hinnék és hiszek is a reinkarnációban, én egy ilyen öreg lélek voltam mindig is. Tehát, hogy valószínűleg már többször is voltam ezen a földön, de ugyanakkor meg valahol megáll az ember, mindenki máshol. Én például fiatal koromban nem éreztem magam olyan éretnek, most viszont már egy kicsit olyan koravérnek érzem magam ahhoz képest, tehát, hogy próbálok így bölcsülni, vagy nem tudom. És valahogy az ember megáll egy korban, mondjuk úgy 30 éves korában, vagy mondjuk én szerintem én 35 éves koromban úgy megálltam így szellemileg, és utána furcsa átélni, ugye, hogy az ember meg úgy egyre idősebb lesz egyébként. Úgyhogy ezeket kóstolgatni magában, meg vizsgálgatni, ezek olyan érdekes dolgok. Ez is hozzátartozik az élethez, mert hogyha az ember szerencsés, akkor öregen hal meg, hogyha nem szerencsés, akkor sajnos fiatalon. Uh-huh. És annál nagyobb tragédia nem nagyon van. Így van. Hát pont ezért is szerintem simán lehet 79 évesen beiratkozni egy egyetemre, mert nem tudhatjuk tényleg most, mi a garancia arra, hogy egy 19 éves ember nem lép ki az utcára és süti el valami. Tehát, hogy lehet, hogy több ideje van, mint mindig egy 79 éves embernek, mint egy akár 5 éves gyereknek. Nem lehet. Persze. Igen, tehát valahogy az embernek az élete úgy van megszerkesztve, vagy nézd meg, hogy ugye megszületünk, és akkor egyre csak tanulunk, tapasztalunk, és aztán, amikor jó sok mindent tudunk, remélhetőleg,
akkor meg el kell menni. Tehát nyilvánvalóan ennek megvan az az értelme, hogy majd azt a rengeteg tudást, amit összeszedtünk, az majd a következő életünkben tudjuk majd használni. Talán ez az értelme, de hát nem tudni, ugye ezt még senki nem tudta megfejteni. Én minden esetre majd tudtotokra adom, hogyha esetleg lesz alkalmam valamilyen úton formában üzenni. Nagyon jó lenne. Nagyon gazdag, nagyon eseménydús életed van, és... Volt meg is. Meg van is, meg volt is, meg lesz is. De mire vagy a legbüszkébb? Hát a legbüszkébb talán tényleg így a Neoton Família sikereire vagyok, meg a Dávidra. Tehát ez a kettő. Egyébként más nekem annyira nem fontos, megmondom őszintén. A szerelmeimre, tehát így a magánéletem az eléggé zűrös volt. Nem tudtam igazán, mindig vágytam rá, hogy egy ilyen klassz kis családot csináljak. Valamilyen oknál fogva nem tudtam ezt megvalósítani, tehát arra olyan nagyon nem vagyok büszke. De a Dávidra büszke vagyok, mert sikerült egy olyan életigenlő, tehetséges gyereket összehoznunk, és ez nekem nagyon megnyugtató, boldog. Ha nem lenne boldog, én bele is halnék, azt hiszem, vagy nem is tudom. A sikereinkre meg azért vagyok büszke, mert egyedül a Neoton Família tudta megoldani, vagy megvalósítani azt, hogy ilyen komoly sikereket érjen el például külföldön. Úgy, hogy nem adta fel a hazai sikereit, tehát mi mindig elsősorban ugye a magyar közönséget tartottuk fontosnak, a szövegeinkkel, meg mindennel, és így is lehet sikert elérni külföldön. Nekem ez a nagy igazolása annak, hogy gyakorlatilag most is lehetne, most is világsztárt nem nagyon lehetne, ugye rengeteg olyan zenész van, akik nagyon sokat tettek, és nagyon sokan dolgoznak külföldön nagy sikerrel, meg minden tudok egy pár emberről, de világsztárnak lenni külföldön nagyon nehéz, mert nem érzi az ember a közeget. Nem érzi azt, hogy amikor ott van 100 000 ember, akkor vajon mit várnak tőlem, vagy mit tudok én ezeknek az embereknek mondani. És a Neoton, illetve hát a popzenének még mindig a legnagyobb, legfontosabb dolga az, hogy valami fontos dolgot mondjon az embereknek. Hogyha mondjuk 3 olyan dolgot mondhatnál, és ez már az utolsó kérdésem, de hogyha 3 olyan dolgot mondhatnál, ami üzenet, ami szerinted nagyon fontos üzenet, és te mindenkit szeretnéd az emberek figyelmét felhívni rá, akkor mi lenne az a 3? Ahogy az embereknek általában, vagy a zenészeknek? Az embereknek, mint hogyha mondjuk az a embereknek szólnál, de ugye szívek között. Hát egyrészt az, hogy most változni fog a világ, tehát hogy ne várjuk el azt a világtól, hogy ugyanaz legyen, mint ami a vírus előtt volt. Tehát próbáljunk valahogy megbarátkozni azzal, hogy más lesz az életünk egy kicsit mostantól kezdve, és próbáljunk boldogok lenni ebben a helyzetben is. Aztán végül is az, hogy minden, amit lehet fiatalkorukban, próbálják megtanulni, mert nem biztos, hogy az lesz a munkájuk a fiataloknak, de rengeteg mindent ad a tudás. Ugye ma sokan hagyatkoznak arra, hogy gyakorlatilag majd az interneten megnézem, majd valahogy ki nézem a izébről. Nem, amit tudunk, az agyunkban van, azt senki nem veheti el tőlünk. Tehát gyakorlatilag azunk van, semmi másunk nincs, csak az, ami bennünk van. Mert egyébként meg minden tehát semmi nem a miénk. Ugye a Fodor Ákosnak van egy nagyon szép gondolata, hogy azt mondja, hogy soha nem mond azt, nem biztos, hogy szó szerint idézem, hogy soha nem mond azt, hogy elvesztettem. Mond azt, hogy visszaadtam. Tehát, hogy semmink nincs.
csak az, ami a lelkünkben, meg a fejünkben van. És a harmadik dolog az, hogy hallgassák a Neoton dalokat, mert ezekben a dalokban ott lakik az egész élet. Nagyon szép, köszönöm, Éva. Köszönöm szépen.